Barna Szilárd a rakósbotos horgászat mellett döntött, amely számos alkalommal bizonyult itt kiemelkedően eredményesnek. Különösen hatékony fegyver a jászkeszegek fogásában. Nem egy versenyt sikerült ezzel a technikával már megnyerni. Tehát a fiúkkal korábban megbeszéltük, hogy én rakósbottal rápróbálok a jászokra, hát ha kimerészkednek part közelbe, és rakósbottal is megfoghatjuk őket. Ezért az etetőanyagomat próbálom úgy összeállítani, hogy nekik is valamilyen szinten kedvezzek. Ezért mindenképpen fogom használni a sárga ponty etetőanyagot, hogy megsárgítsam, élénkebb színűvé tegyem az etetőanyagot. Azon túl, hogy világossá válik így a kaja, nagyon szépen harmonizál illatban az XXL DV-rel és a féderes etetőanyaggal. Ez otthon már a matyhéjéren bebizonyította, hogy nagyon jól dolgoznak együtt. Mindenképpen hozzárakok egy zacskó féderes etetőt, amivel el tudom azt érni, hogy a mélyebb vízben, hogyha mecsbotra is etetek vele, jól fogja, jól ragassza az anyagot. És hát nyilván használom az XXL-t, illetve az XXL DV-t. Az XXL magas olajos tartalma és nagyobb szemcseméretem miatt, kimondottan a DV-rekre van kiélezve, ami a másik fő halfaj ebben a vízben, és hát várható, hogy majd megjelennek a nagyobb DV-rek. Abból két zacskót fogok használni. Ezt az etetőanyagot én se tiszta vízzel, hanem előre leáztatott tortumájszal fogom nedvesíteni. Akkurátus kavargatással el lehet érni, hogy igen homogén legyen, de mindenképpen jó, hogyha letörjük az etetőanyagot. Ehhez a kajához még sárga pelletet és konzervkukoricát fogok rakni, természetesen a csontkukac és a giliszta mellé. És reméljük, hogy ez valóban olyan kaja lesz, ami mind a jászoknak, mind a dévéreknek az étvágyát meghozza. Egy erős rakósbotot kell használni, mert várható akár másfél-két kilós jászkeszeg is. A horgászat lényege az alapozás után, igen gyakran lőjük a csontit a horgászat helyére, annak érdekében, hogy ezeket a halakat valahogy ide csaljuk. Ajánlatos a horgászat közben mindig elemelni a bocspicet a víztől, tehát ne nagyon csapkodjunk vele, mert hiszen elég sekély. Kicsit hosszabb zászlót hagytam, annak érdekében, hogy a bot hegye ne közvetlenül az úszó felett legyen. A kapások rablásszerűek, rávág a csonti csokorra, és már szalad is vele. Csonti csúzliba töltjük a csontit, és aztán a botot tartó kezünkkel rögzítjük a kosarat, ráhúzzuk a bot vonalába a csúzlit, és onnan lőjük el. Ezt a horgászmódszert otthon is használhatjuk a vadászó balincsapatok becserkészésére. Kiváló példa például Ráckevei Dunágon, hogyha megjönnek a balinok, igen eredményesen lehet közibük vágni. Most megmutatom ezt a szereléket, azért annyi idő van horgászat közben, hogy megnézzük. Én egy 0,3 g-os úszót szereltem, egy nagyon stabil úszót, amelyik az ilyen vehemens kapásoknál, fárasztásoknál se fog megsérülni. Karbon szára van, rugalmas, erős. Három ponton rögzítem a száron szilikoncsővel. Én 9-es söréteket használtam a kisúlyozásához, amiket úgy osztottam le, hogy 3-at egy helyen hagytam, majd fokozatosan növelve a távolságot a horog felé osztottam el a súlyt. Ennek az a lényege, hogy amikor behullik a vízbe, tudja utánozni a csali természetes süllyedését. És hát ez nagyon fontos, mert ebben a tiszta vízben nagyon óvatos a hal, és csak akkor fogja elkapni a csalinkat, hogyha gyanútlan. Ez a rakósbot, amit használok, ez a Tubertini cégnek egy rendkívül erős botja. Két tagot gumiztam be, egyes gumival. Ez kiválóan alkalmas nagy halak fogására is. Ambrós Tibi barátom
Madonyicébe ugyanezzel a bottal horgászott az akár 3 kilós márnákra a folyóvízen, amikor a magyar csapat világbajnok lett. Tehát vélhetően ezekkel a jászokkal is el fog bírni. A remek etetőanyag és a folyamatosan lőtt csontkukac hamar a horgászhely közelébe csalta a part szélén portyázó jászkeszegeket. Szilárd egyre gyorsuló tempóban fogta a szebbnél szebb halakat. A nap végén a mélyebbre húzott eresztékkel és a fenékre lefektetett csalival egy bónusz hal is beköszöntött. Szilárd nagyon óvatosan fárasztotta, hiszen érezte, hogy ez bizony nem jászkeszeg. A parti sekélyzónába kimerészkedett egy igazán gyönyörű, kapitális dévérkeszeg is, amely nem tudott a horogra tűzött csalinak sem ellenállni.